Isten mindig jót akar tenni, és Isten mindig jót cselekszik. Miért van mégis annyi sok rossz? Azért, mert, mert az ember mindenféle okoskodáshoz folyamodik, nem? És eltorzítja azt, ami jó lehetne. Az, ami az Isten szerint az ember folyamatosan eltorzítja. És amikor ez történik, akkor pedig látja az ő gonoszságának a következményét, és akkor azt kérdezi, hát ha jó az Isten, akkor miért van ennyi nyomorúság? Az ember elrontja az életét, tacsra vágja a kapcsolatait, szétzilálja a családját, és jön a sok szenvedés, jön a sok nyomorúság, jön a sok harc, jön a sok szenvedés, jön a sok érzelmi terül, és nagyon sok minden más, és akkor azt mondja az ember, hát az Isten jó, akkor nekem miért ilyen az életem? És elkezdi az Istent hibáztatni, Azokért a rossz dolgokért és rossz döntésekért, amelyeket szabadságából fakadóan meghozhatott. De a következményeket már nem ő választotta. És ez a szabadságunknak egy kihozanító igazsága. Szabad vagy arra, hogy olyan döntéseket hozza, amilyeneket te szeretnél, a szíved vágya szerint hozhatsz döntéseket, de a következményeit a döntéseinek már nem te fogod megválasztani. Azok jönni fognak. Ezért szóval nagyon fontos, hogy lássuk. Azt, hogy az Isten jó. Abban, ahogyan az Isten cselekszik, abban, abban jóság van. Jó az Isten.